Meghalt Tordján József, egykori földművelésügyi miniszter, a Független Kisgazdapárt volt vezetője, ügyvéd. A 90-es évek emblematikus politikusa az első Orbán kormányban földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterként dolgozott. Tordján József szűk családja körében január 22-én reggel örökre elaludt. Felesége szerint utolsó szavai ezek voltak. Jobban vagyok. Tordján Józsefet lehetett szeretni vagy nem szeretni, de közömbösen senkit sem hagyott. Igazi karakter volt, aki nem váltott szerepeket. A rendszerváltás utáni hazai politikai élet meghatározó szereplőjeként napi rendelőti felszólalásai legendásak voltak. Egy-egy mondata szinte szállóigévé vált. Mondjon le, 96. március 14-én kormány búcsúztató demonstrációval fogja a kormányt az alkotmányos kötelezettsége, tehát a távozásra rábírni. Köszönöm a türelmét. A bolsevista ima az azt vallotta, hogy mi a múltat végképp eltöröljük. De önök nem törölték el a múltat, ezért engedjék meg, hogy itt hiánypótlást legyünk kénytelenek végrehajtani, és mi ígérjük önöknek, mi végképp eltöröljük a bolsevista múltat, de természetesen nem fogunk megfeledkezni azokról sem, akik most itt hétről hétre felállnak, becsületes embereket megrágalmaznak, az ország nyilvánossága elé citálnak azért, hogy annak a 4 évnek a törvénytelenségét megpróbálják elleplezni, mely törvénytelenségben korábban az a 800 ezer bolsevik járt el, akiknek az árnyéka mögé bújva most önök megjelennek a magyar nyilvánosság előtt. Persze a pénzügyminiszter úr kevesebbet nevetne, talán többet megértene abból, amit mondok. Ennek következtében kevesebbet bakizna, nem kellene a nyugati kollégákhoz szaladni, tanulni, itthon is elkezdhetni már a tanulást. A korábban ügyvédként tevékenykedő Tordján József a rendszerváltás után kezdett politizálni, és az 1990-es országgyűlési választáson be is jutott a parlamentbe. Előbb az alakuló kisgazda frakció vezetőjévé, majd a párt elnökévé választották. A Független Kisgazda Földmunkás és Polgári Párt 1990-ben belépett a kormánykoalícióba, ám a párt Tordján vezette része 1991-ben kivált a koalícióból, a másik rész pedig felvette az LKGP nevet és a koalícióban maradt. A kisgazdapárt kettészakadása ellenére Tordján József népszerűsége nemhogy csökkent volna, hanem egyre csak növekedett. 1996-ban a Horn kormány alatt több hónapon át az FKGP volt a legkedveltebb párt Magyarországon. Akkor Tordján volt a legtöbbet felszólaló politikus a magyar parlamentben, és beszédeiben a Horn kormányt sem kímélte. Először is hadd köszönhessem meg a miniszterelnök úrnak, hogy véleményt nyilvánított a Független Kisgazdapárt programjáról, arról a programról, miniszterelnök úr, amelyről ön hosszú ideig azt állította, hogy ilyen program nincsen. Most ahhoz képest, hogy ez a program nem létezik, ön több mint 10 percen keresztül beszélt erről a programról, így ön felállította a halandzsa világrekordját, be kell kerülnie önnek a Guinness rekordok könyvébe. Tisztelt képviselőtársaim, bizonyára önök előtt is ismeretes, hogy a napokban CD-lemezt adtak ki, sőt, külön magnókazettát is, Best of Communism címen, és a közszolgálati Magyar Rádió kosutadója, valamint az egyik kereskedelmi adó szeptember 11-én ezeket a dalokat hosszú időn keresztül sugározta,
így a bunkócska tedrágát, amelyet ugye a miniszterelnök úrnak szerette volna testre szabottan ajánlani és rákérdezni erre a dologra, és hát olyan dalokat is, mint Sződ a sejmet, Elvtárs meg hasonló dalokat. Egy kicsit meglepődtem, hogy nem hallottam a Deutschland, Deutschland, überall lesz, vagy a Megállj, Megállj, Kutya Szerbia, nem lesz ilyen Hercegovina, mert ugye ezek is elfértek volna. Az FKGP-nek népszerűsége ellenére az 1998-as választáson nem sikerült győznie, a harmadik lett. Ez a pozíció azonban elég volt ahhoz, hogy ismét bekerüljön a kormányba. Tordján ekkor már a Fidesszel lépett koalícióra, és ő segítette kormányra Orbán Viktort. Így 1998 és 2001 között Tordján József lehetett a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. Hajrá, Fradi! Hajrá, Fradi! Hajrá, fiúk, mert ő a győzelem! 100 kis leány, egy gólra van, 100 csókot ad, majd a győztes meccs után. Hajrá, Fradi! Hajrá, Fradi! Nincs csüggedés, csak tovább! Süvít a labda, a hálóba tartva, hajrá, hajrá! Ez az időszakhoz fűződik egy másik emlékezetes szerepvállalása is, 1998. szeptemberétől 2001-ig a Ferencvárosi Torna Klubnak volt az elnöke. 8-9 éves koromtól vagyok Fradi Drucker, annak ellenére, hogy Újpestre költöztünk fel, és tulajdonképpen a józanész szabályai szerint Újpest Druckernek kellett volna lennem, de miután az én egész környezetem Szabolcs-Szatmár Bereg megyébe, ahonnan Budapestre költöztünk, Fradi Drucker volt, és már pici koromban hallottam a Fradiról beszélni, valahogy rögzült bennem a Fradi, és egész életemen át elkísért. A Ferencvárosi Tornaklub elnökének lenni az egy megtiszteltetés, az életnek egy nagy adománya, hiszen a Fradit is annak tekintem, és miután én az üldöztetés évtizedei alatt is fradista voltam, most a 100. jubileumi évének ünneplésekor a Fradi elnökének lenni, az egy olyan elégtétel a sorstól, aminél szebb ajándékot el sem tudnék képzelni magamnak. A 2000-es évek elején kezdett hanyatlani Tordján József politikai pályafutása, ugyanis ekkor indult el a frakció és a párt ledarálása, és 2002-ben már nem sikerült bejutniuk a parlamentbe. A politikus 2001. november 10-éig volt a Kisgazdapárt elnöke, majd ezután visszavonult a politikától és főleg a családjának szentelte idejét. Köztudottan példás házasságban élt feleségével Cseh Máriával, a Pécsi Nemzeti Színház egykori operett színésznőjével, aki egykor országgyűlési képviselőként is dolgozott. Egy fiúk született, Attila, aki édesapjához hasonlóan szintén ügyvéd lett. Az ATV Nő háromszor című műsorában magánéletének titkairól beszélt felesége társaságában. Azért az elnök úr egy elég karizmatikus férfi, tehát kell a segítség. Egyébként otthon is az elnök úr így viselkedik? Tehát ott is azért bőlére ereszti a mondandóját? Na akkor erre van köszönjük, nekem... Köszönjük, hogy drága Marika! Erre van, tudni, mik erre van egy... Olyan válaszom, ami nem tőlem származik, igen, hanem a Sas Jóskától, aki viszont egy közismerten nagyon humoros ember. Nos, ugye az ő műsorában úgy szerepeltem, hogy megkérdezte az egyik színész a másiktól, hogy mikor jut a feleségem szóhoz, mire a válasz az volt, hogy úgy tudja, hogy egy órával korábban szokott felkelni. Hát szegénykép, akkor ezek szerint ebben... De ez valóban Nem. Tehát azért a családot érintő ügyekben azért én azt, legalábbis azt feltételezem, hogy azért Marikkáé az utolsó szó, nem? Tehát az első és az utolsó is egyben. Így van. Én szeretném azért Marikát faggatni, mert ugye mindig az a... Parancsoljon, nagyon bölcsen tesz. Jó, hogy mégiscsak azért...
nekem mindig ugye hát egy nagyon harmonikus házasságot láttunk már hosszú ideje. Én ugye azért még kislány voltam, amikor az elnök úr elég aktívan politizált, de azért mindig lehetett tudni, hogy ez a házasság rendben van. És ugye arról is lehetett hallani, hogy a Marika a színpadot hagyta ott. Tulajdonképpen egy kicsit azért, hogy ezt a családot összetartsa. Nem. Ez nem így volt? Hogy nem. Nem, úgy, mikor mi összeházasodtunk, akkor én a zeneművészeti szakiskolába jártam, és a férjem ragaszkodott hozzá, hogy tovább tanuljak, és amikor 2,5 éves lett a kisfiam, akkor Pécsre kaptam szerződést, és nem akartam elvállalni, ugye, hogy még kicsi volt a gyerek, és a férjem azt mondta, hogy feltétlen vállalja, mert nem akarja, hogy egész életemre boldogtalan legyek, és elvállaltam ezt a pécsi szerződést, ami bizony 25 évig tartott, úgyhogy én a Pécsi Nemzeti Színháztól mentem nyugdíjba, és akkor is a férjem mindig támogatott, úgyhogy mi jóban, rosszban mindig együtt voltunk. Igen, én ezt tudom, de érdekes, hogy ez valahogy így az emberek körében úgy van, hogy az elnök úr ráterepedett Marikára, és nincs szívben. Az az igazság, hogy én nagyon mélyről indultam a feleségem viszonylatában, tudnélik, először úgy ismertük meg egymást, még annó Zacumál, azt megelőzően, hogy most már ugye gyakorlatilag 60 év óta elválaszthatatlanok vagyunk egymásból, szent házasságban viszont csak közel 57 éve élünk, tehát hogy világos legyen. De a Ganz Mávakban a feleségem vendégszerepelt, ő koloratúr szoprán volt, és az öcsém kísérte zongorán, és én lapozó voltam. Most lapozóból léptem elő férjét, tehát igen. Akkor azt igen, kell, és először a férjemet úgy ismerték meg, mint valóban így van. Csemarika férje. Valóban. És akkor később történt az, hogy hát amikor politikus, amikor miniszter lett akkor, földművelésügyi miniszter lett, akkor már úgy hívtak, hogy a Tordján József felesége. Nagyon fontosnak tartom lerögzíteni, ha már ugye itt házasságról van szó, hogy egy házasságban nem elég, ha csak a férj karrierjét építik, ezért ragaszkodtam én ahhoz a házasságkötésünk kezdetén, amikor a feleségem felajánlotta, hogy ő a család érdekében lemond az egyéni karrierjéről, ragaszkodtam ahhoz, hogy erről lemondani nem szabad. Tudni, hogy később megkeseredik az a nő, aki lemond a karrierjéről. Ezt szeretném minden fiatal házasolandónak a figyelmébe ajánlani. Mi volt a házasságban a legnehezebb időszak, amire mondjuk mind a ketten úgy emlékeznek, hogy igen, ez azért itt nagyon össze kellett tartani, kicsit rezgett a léc. Volt, ha volt ilyen egyáltalán? Hát volt. Én tudom. Hát a politikában, mikor tulajdonképpen én belecsöppentem, és a Jóska már politizált, akkor támadták. De olyan borzasztóan támadták, hogy akkor tényleg szüksége volt arra, hogy én mellette álljak. Nem így értette. De ez is egy fontos, hiszen nyilván. Azért egy feleség, egy társ máshogy néz a politikus férje, még hogyha nekünk, civileknek is ez nehéz, hiszen elsősorban Marikának az elnök úr a férje, tehát nem a Tordján József. Igazságtalanul támadják, az nekem rettentően fáj. Tordján József hosszabb szünet után 2006-ban visszatért a politikai életbe, és új pártot alapított, Magyar Megújulás Mozgalom néven. A 2010-es országgyűlési választásokon pedig a Tordján Kisgazda Koalíció nevű formáció jelölésében vett részt Csongrád megye 4. választókerületében, ahol 2,71%-ot ért el. Róna Jegon Húzós című műsorában politikai pályafutásáról beszélt. Én sikert sikerre halmoztam, hiszen a Virág professzor úr, akinek nem én voltam a kedvence, az a Kisgazdapárt rövid történetében megírta, hogy miként robbantam én be a politikába egy 5 perces beszéddel, és én úgy gondolom, hogy innen egy diadalmenet volt az én utam, hiszen az, hogy
minden településen, akárhova mentem, kijöttek elém az emberek, és piros-fehér, zöld ruhába öltözött lányok, fiúk hozták a nagy vetni kenyeret, piros-fehér zöld szallaggal átkötve hozták a bort és a Bibliát, amit letettek elém az asztalra, amikor ugye én fórumot tartottam, vagy beszédet tartottam, hogy még a lovakat is felcicomázták piros-fehér zölddel, vagy a kocsi kerekeit is piros-fehér zöld szallagokba mondták, a balta nyelét, amivel a karókat levertem, hogy visszafoglalja a paraszti társadalom a tőlük elrabolt földeket, azt is piros-fehér zöldre festették. Ez valami olyan felemelő érzés, amit én azt hiszem talán a halálos ágyamon is fel fogok majd idézni. 12 évet töltött a magyar politika élvonalában, így úgy amúgy különböző funkcióban, igen, az nem kevés idő. És volt egy pillanat, az nem tudom hányszor jön elő az álmaiban, 1996-ban, amikor a Kisgazdapárt volt a felmérések szerint a legerősebb párt Magyarországon, ha akkor lettek volna a választások, akkor többséget is szerezhettek volna. Másrészt volt egy óriási nagy gyűlésük, ahol szerintem egy taktikai hibát követett el, mert ott egy nagyon erős kirohanást intézett a politikai elit és az ország egy része ellen, ahelyett megpróbálta volna csokorba fogni őket. Ez lett egy nagyon fontos pillanat, ott nyerhetett volna sok időt, gondolom én. Hogy látja ön? Én úgy látom, hogy a Független Kisgazdapártot, azt az eszmeiséget, amit a Független Kisgazda eszmeiségként lehet megfogalmazni, és ami áthatott engem is, ezt nem akarták beengedni már a rendszerváltáskor sem. De bejutottak. Higgyel nekem, ez jó, ez szerintelenségnek hangzik, de a valóságban az történt, hogy én láttam, hogy ez a politikai irányzat. Itt hagytam a budapesti ügynököket, az itteni vitatkozókat, és beültem a saját gépkocsimba, saját magam tankoltam meg a kocsit, és végigjártam az országot, és bevittem szinte a hátamon a Független Kisgazdapártot. Nem csak bevittem az országgyűlésbe, hanem nagyon komoly esélyünk volt arra, hogy megnyerjük a választást, ha a Kisgazdapárt akkori elnökei nem lettek volna ügynökök, a Pártai Tivadar is ügynök volt, a Vörös Vince is ügynök volt, most tanulmányozom már talán a negyedik kötet jelentését a Vörös Vincének. Na, én úgy gondolom, hogy végül is ugye annak tudható be, hogy mi vártuk a támadást a Népszabadság részéről, és a saját újságunkban, a kis újságban, a Pártai Tivadar, Ó Molnár Miklós, mostani Sztori TV vezető részéről ugye jött ez a támadás, ami egy valótlan és egy olyan támadás volt, hogy az MSZP és az SZDSZ pártszervezeteiben fénymásolták. A Kisgazdapárt, bár nem volt pénze, 8 millió forintért utánnyomatta ezt az újságot. A MSZP az a postaládákba bedobatta, és mindenütt terítették. Arra kérném önt, hogyha egyszer erre időt tudna szakítani, a legnagyobb műsor produktum lenne talán az ATV életében. No, hátradőlök. Ha felvennék azokat a beszédeket, ezek megvannak ugye az archív anyagban, amelyeket az én köztársasági elnöki jelölésem alkalmával a MOM székházban a küldöttek elmondtak. Úgy istenítettek, hogy a gyomrom majd felfordult, mert azt mondtam, hogy én ezt nem tudom elviselni. Sok volt? Na most nagyon-nagyon sok volt. De akkor miért hivatkozunk? Na, de várjon. Azért, mert utána úgy fordult a kocka, hogy az én leváltásomra megindult egy összehangolt akció a különböző pártok összefogásával, és akkor ugyanezek a személyek nyilatkoztak, pont ellenkező előjellel, mint korábban. Tordján József hosszú évekig volt a magyar politika egyik legszínesebb figurája. Pártársaival, de politikai ellenfeleivel is igyekezett mindig jó viszonyt ápolni. Mindig ellentétes oldalon ültünk, vagy álltunk,
hol ő volt miniszter, én ellenzéki képviselő, hol fordítva, de ez nem zavarta közöttünk a civélyesnek mondható viszonyt. Gyakran vívtunk emlékezetes szócsatákat. Egyszer például azzal támadta a Horn kormányt, hogy a 100 éves a film című tévésorozatban a Csapájev című filmet vetítették, és abban Csapájev katonái sapkájukon egy tiltott önkényuralmi jelképpel, a ötágú vörös csillaggal támadták a fehérek állásait. Én a válaszomban azt mondtam, hogy kulturális célból a törvény megengedi ezt. Egyébként azt nem kívánhatja, hogy technikailag is megoldhatatlan, hogy Csapájev katonái a Független Kisgazdapárt jelvényét viseljék a sapkájukon, ezen ő is jót nevetett. Én azt kedveltem benne különösen, hogy elsősorban ember volt, mégpedig egy művelt, jóhumorú ember, és csak másodszorban politikus. Volt, hogy előtte ültem, külügyminiszterként, ő mögöttem, mint frakcióvezető a parlamentben, és ilyenkor halkan még beszélgettünk is, mint a rossz gyerekek az iskolában. Amikor szót kapott, akkor föltűzte a mikrofont, átrendeződött az arca, fölállt, és harsányan, indulatosan kommunistázott egy jó nagyot, majd leült, levette a mikrofont, és ugyanolyan baráti hangon folytatta a beszélgetést. Egyszer azt mondtam neki, hogy olyan vagy, mint a színész, aki Otellóként megfojtja a színpadon Desdemonát, de mikor lemegy a függöny, fölsegíti, leporolja, és azt mondja, hogy elmegyünk vacsorázni, elnevette magát, és azt mondta, lehet, hogy tényleg ilyen vagyok. Egyik ilyen nagy összetűzésünkön ordibált egy jót, én egy keményet visszaszóltam, mire ő azt mondta, hogy vegye tudomást, hogy soha többet szóba se állok magával, nem is fogok kérdezni, nem is számít, nem érdekel. Leült, és ahogy ült, leátintett, hogy rendben vagyunk, Gabikám mondta, persze, hogy rendben vagyunk. És kimentem a folyosóra, és találkoztunk, szevasz, mi újság, hogy van Mariska néni, hogy van Katika, mindenki jól volt, kezet fogtunk, szóba se került, hogy mi volt 2 perccel korábban a parlamentben, mert ez így működött. És akkor hallom, hogy én jövök el, a Kurír újságírója odalép hozzá, hogy elnök úr, mit beszélt a miniszter úrral? Azt mondta, hogy kérem szépen, elnézést kér tőlem azért a minősíthetetlen hangnemér, amit benne alkalmazott, és másnap megírták, hogy a Kunce elnézést kért Tordján Józseftől. Ilyen volt. Tordján József decemberben került kórházba, akkor felesége azt nyilatkozta, hogy a szíve rendetlenkedik. Miután hazaengedték a kórházból, családja nagyon bízott a felépülésében, de a sors másképp rendelkezett. Én Tordján Józsefként kezdtem, Tordján Józsefként fogom végezni.